Ez a videó az EA Game Changers programnak köszönhetően valósulhatott meg. Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt egy újabb kritika videó, méghozzá Sims 4 Tiny Living Stuff Pack kritika videója. Nagyon izgatott vagyok emiatt a pack miatt, ugyanis ez az egyike az olyan ritka packeknek, amik nem szivárogtak ki a hivatalos bejelentés előtt, úgyhogy számomra ez teljesen derültékből villámcsapás, és nagyon kellemes meglepetés volt, és alig várom, hogy megmutassam nektek, nagyon-nagyon izgatott vagyok miatta. Tekintve, hogy ez egy Stuff Pack, igyekszem egy videóba belezsúfolni a Create a Sim és a Build and Buy mód kritikámat, majd meglátom, hogy ez mennyire fog menni, és mennyire fogok sokat beszélni a packről. Viszont mielőtt belevágnánk itt a nagy Create a Sim módba, azt szeretném elmondani, hogy elkezdték ezt a tendenciát a Sims 4-nél, miszerint a felnőttek hajait megkapják a gyerekek is, és a tipegők is, tehát ugyanazt a hajviseletet megcsinálják kapásból az összes életkorra, aminek én nagyon-nagyon örülök, és ez megtörtént már ennél a packnél is, hogyha emlékeztek rá, akkor volt nemrég egy olyan frissítés, amiben a gyerekek megkaptak pár hajat, amit a felnőttek is egy-egy packkel teljesen ingyen a frissítésben. Szóval ezt folytatták most, és ennek nagyon örülök, úgyhogy ennyit akartam elmondani, hogy a gyerekek nem kaptak semmit, semmilyen ruhát, kiegészítőt, de az összes hajat megkapták, amit a felnőttek is, szóval őket nem fogom külön megmutatni. Jó, kezdjük is el akkor a hajakkal, a hölgyeknél, mert ez a szokásos kis sorrendem, és itt van egy kis bug, amit láttok, ez az első két hajviselet elég érdekesen van színkódolva, például ez a szép vörös, itt éppen fekete, nem tudom, hogy miért, de ezt kicsit benézték a készítők, nem tudom, hogy hozták össze. Valószínűleg ki fogják javítani, ez egy ilyen szép kis fonat, elég komoly hajviselet, úgy gondolom. Azért ezt megcsinálni minden reggel, én nem lennék rá képes. Ugyanazokban a színekben érkezik egyébként, mint bármelyik másik haj, de ha megnézitek, itt teljesen össze vannak keveredve a színek. Tehát nem ilyen sorrendben szokták őket feltüntetni. Ez ne zavarjon meg senkit, remélhetőleg így is megtaláljátok, amit szeretnétek. A második hajnál meg megint más a sorrend egy kicsit. Ez egyébként egy férfi haj, de a hölgy színeken is jól áll. Valószínű, őszben elég menő. Ilyen sötét őszben. Tehát hölgy szimeknek is nagyon jól áll. Lehet, hogy mégis inkább hölgy szimnek választanám. A harmadik haj egy ilyen kis göndörkonty, ami szerintem nagyon királyul néz ki. Itt már normálisan vannak sorrendbe állítva a színek, ugyanúgy, ahogy megszokhattátok. És a negyedik haj az egyetlen, ami nem igazán tetszik a négy közül, vagyis így, ami nem tetszik ebben a packben. Ez is egy férfi haj egyébként, ha minden igaz. És az a kritikám ezzel kapcsolatban, hogy ez a haj tök ugyanúgy néz ki, mint az elmúlt pár packben levő göndörhajak, meg ami a frissítéssel jött göndörhaj, szóval majd ha összehasonlítgatjátok már a játékban levő ilyen rövid göndörhajjal ezt a hajat, alig fogtok találni különbséget, úgyhogy igazából ez nem hozott nekem új élményt ebbe a packbe. Nem kaptunk új sapkákat és sminkeket, ezt így előre bocsátom, illetve nincsen új tetoválás sem a szimeink számára, viszont itt láttatjátok a különböző kiegészítőket, amit viszont kaptunk, és az első, amit megmutatok, ez az a szemüveg, ami ilyen áttetsző, és szerintem nagyon királyul néz ki, főleg ebben a színben például. Kaptunk egy új fülbevalót, ami minimalista, modern, és nekem nagyon tetszik ilyen kis logó fülbevaló. És kaptunk egy hozzá illő nyakláncot is, ami szintén nagyon-nagyon tetszik. Az egyetlen problémám a nyakláncokkal a játékban, hogy ugye nagyon így eláll a szimek testétől, és olyan mesterségesen néznek ki, ezért viszonylag ritkán használok nyakláncokat a játékban. Azért szoktam olykor-olykor, de valamiért mindig furin néznek ki számomra. Még így ruha nélkül tökre elmegy. Úristen, ez nagyon hülyén hangzott. De mindegy, ezeket most leveszem a szimünkről, hogy lássuk a szép arcát, és megmutatom, hogy milyen ruhákat kaptak a hölgy szímek. Kezdjük a pólókkal, kaptunk egy garbót, egy kötött garbót, és nézzétek meg a textúráját a játékban a kötött anyagnak, szerintem nagyon szép, és imádom, hogy egyszínű, nem tolták túl, olyan pulcsit kaptunk végre, amit mondjuk én is felvennék, szóval ezzel kapcsolatban nincsen semmi kritikám, főleg, hogy érkezett feketében és fehérben,
tökéletes. A következő egy vékonyabb kötött pulcsi, ami valószínűleg ilyen nagyon hosszú ujjal rendelkezik, amit feltűrtek, és imádom, kicsit oversized pulcsiról van szó, és a színei is nagyon tetszenek, van fekete, van fehér. Én elégedett vagyok. A következő egy ilyen kis összeállítás, ami egy bolyhos pulcsiból, vagy bolyhos hosszú ujjú felsőből, és egy farmer jackiből áll. Ennek kevésbé tetszik a textúrája nekem, és nem a bolyhos pulcsiról van szó, hanem magáról a farmer jackiről. Valamiért nekem olyan furcsának tűnik, de ez az én egyéni véleményem. Valami, mint hogyha nem stimmelne veled, de nem tudom pontosan megmondani, hogy mi. De egyébként a stílus, meg minden azt tetszik szerintem, jól néz ki. És ez az egyik kedvencem most ezek közül, az új pulcsik közül. Ez egy ilyen crop top, vagyis hát ilyen rövid pulcsi, ami nagyon hasznos lehet a magas derekú farmerekhez, amik vannak a játékban, illetve a magas derekú szoknyákhoz, mert így nem takarja ki az egészet. Majd fogok csinálni úgyis szimeket ezzel a pekkel, és akkor látni fogjátok, hogy mire gondolok. Most nem keresgetem meg a szoknyákat, mert át kell változtatni akkor a kis filtereket, és ahhoz nincsen kedvem. De ha már itt tartunk, upi, majdnem feldöntöttem egy poharat, nézzük meg, milyen alsó részeket kaptak a hölgy szimek. Van egy új szoknyánk, ami úgy látszik, hogy valami nagyon vastag kötött anyagból készült, elég melegnek tűnik. Van belőle fekete és fehér, bár inkább szürke és vajszínű, de ezek is elég semlegesek számomra ahhoz, hogy én elégedett legyek vele. Ebből van. Van sima fehér meg fekete? Fehér van. Fekete nincs, de elnézem. Elég lesz a fehér. Ebből viszont van egy ilyen fekete-fehér, szóval teljesen korrekt ez a pack, azt kell, hogy mondjam. Ezzel a szoknyával is jól néz ki egyébként ez a felső. Egy kicsit túl sok kötött anyag van ezen a szímen most, ami nem annyira tetszik, de majd lehet máshogy párosítani. És van egy új nadrágunk, ami ilyen kis kockás, magasabb derekú, bővebb nadrág. Ez egyébként férfiaknak készült, férfi szímeknek, egy kicsit talán szúrhatja is a szemeteket, hogy nem annyira jó a varrása, nem annyira hölgy szímekre készült, de szerintem nem túl feltűnő, úgyhogy abszolút hölgyeknek is adható. Nézzük meg az egyberuhákat, mindig az a kedvencem, de itt most nincsen túl sok, kettő darab pizsomát kaptunk, az egyik az egy ilyen Halloween. Szerintem nagy szükség volt rá egyébként, hogy kapjunk egy ilyen Halloween-et a játékba. De simán használnám mondjuk ilyen otthonkának, az idősebb szímeknek, vagy sima otthoni ilyen flangálós ruhának. Igazából bármit ki lehet találni ehhez a ruhához, ahogy gondoljátok. Van még egy pizsománk, ami egy ilyen egyberészes, és imádom. Alapvetően férfi szímeknek készült, de természetesen ez nem akadályozza meg a játékost abban, hogy hölgy szímeknek adja. Új cipőt nem kaptunk, új egyéb kiegészítőt sem, tehát ami nem arcra és nyakra való, szóval ennyi volt a hölgy szímek create a szím módja. Nézzük meg a férfiakat. Férfiak kiegészítőnek megkapták ugyanazt a szemüveget, mint a hölgyek, ugyanaz a két haj van, mint a hölgyeknél. Pólónak 6 új dolgot kaptak. Egész sok ez ahhoz képest, hogy mennyit szoktak a férfiak alapból kapni a játékban. Viszont annyira nem extra számomra egyik sem. Úgy érzem, hogy egyik sem hoz újat a játékban. Mindegyikhez találunk valami hasonlót korábbi pekkekben, de ettől függetlenül nagyon jól néznek ki, persze egy picit másak, mint a többi, például mintázatban, textúrában, ilyesmi, de úgy gondolom, hogy a készítőknek nehéz dolga van, mert férfi ruhát elég nehéz belerakni annyit a játékba, mint női ruhát. Ugye férfi divat nem annyira változatos, mint a női, legalábbis én így gondolom, és az átlagjátékos nem fog valami extra designer cuccot ráadni a férfiakra, szóval igyekeznek praktikusak maradni, de így a férfiak egy kicsit el vannak hanyagolva a játékban. Ez az ing valamiért számomra nagyon furcsa, így a varrása miatt valószínűleg, meg egy kicsit olyan elmosódott a textúrája, tehát nem olyan szép éles, nem olyan szép kidolgozott, mint a többi, egy kicsit
úgy tűnik, mintha megsürgették volna ennek a peknek az elkészülését, és úgy ez az ing egy kicsit kimaradt belőle. Remélhetőleg ezt módosítani fogják, tehát úgy néz ki, mintha valamilyen rossz minőségű YouTube videót töltöttem volna be, és hát nem HD-ban van ez a póló a többi ruhához képest. Van itt egy jacking csíkos pólóval. Ez szerintem teljesen rendben van, ez egy tök oké felső. Szerintem jól néz ki abszolút, vannak egyszerűbb színkombinációk és egy kicsit feltűnőbb színek is. A teljesen fekete-fehér hiányzik, de ez is elég natúr számomra, úgyhogy nem probléma. Van itt egy kardigán, ez talán új az eddig látott dizájnokhoz képest. Imádom ezt a kardigánt pólóval. Nézzétek meg a fehéret! Nézzétek, ahogy látszik a kötésnek a mintája. Látjátok, ez például egy HD-s ruha. Ez nem HD-s ruha. Ez szörnyű. Nem tudom, nagyon nem nekem való. Van sima fekete-fehér. Tökéletes. Én már elégedettem, megyek haza. Vagyis igazából itthon vagyok, de nem baj. És van még egy vastag, nagyon-nagyon vastagnak tűnő pulcsink. Én örülök, hogy sok pulcsit kaptunk ezzel a kiegészítővel, mert szerintem abból hiány volt, és téli öltözetnek elég nehéz volt választani a szímeknek, mindig újat meg újat, nagyjából mindig ugyanazokat használtam. Igazából egy pár rendes kabátnak is örülnék még, ami ilyen felhúzott cipzáros, tehát olyasmi, amiben az ember olyan mínusz 20 fokba kimer menni a házból, de kezdő lépésnek ezek a vastag pulcsik is tökéletesen megfelelnek. Nadrágnak a férfiak kapták azt, amit a hölgyek, ezt a kockásat. Teljesen ugyanaz a kettő egyébként. Tök jól néz ki. És kaptak egy ilyen melegítőt, most bocsánat, kedves szím, levetkőztetünk fölül. Ilyen félig melegítő, félig elegáns nadrágot kaptak, nem tudom, hogy ezt hogyan kell definiálni. Nem éppen a kedvenc stílusom, szóval nem valószínű, hogy sok szímem fogja ezt hordani, de majd igyekszem kilépni a komfortzónámból, és párosítani egy-egy karakteremmel ezt a viseletet, és kapták ezt az egyberészes pizsomát, amit láthattatok a hölgyeknél is korábban. Cipőt természetesen ők sem kaptak, illetve egyéb kiegészítőket sem. Ezzel a pekkel nem érkezett új életcél és új szím tulajdonság, úgyhogy ezzel el is készültünk a Create a Szín móddal, találkozunk Build and Buy módban. Meg is érkeztünk Build and Buy módba, de mielőtt megmutatom nektek az új bútorokat és az új cuccokat, szeretném felhívni a figyelmeteket egy új telek típusra, ami a miniatűr otthonok telek típusa, és szerintem ez nagyon-nagyon király. Ez az új telek típus 3 alkategóriát foglal magába, vannak a mikrootthonok, az apró otthonok és a pici otthonok, és ezek különböző követelményeket támasztanak az építő felé. Ha a mikrootthont választjuk, akkor maximum 32 egységnyi alapterületű házat építhetünk, és ezt kell berendezni a szímünk számára. A közepes kategóriában 64 alapterületet használhatunk fel, és a legkevésbé szigorú szabályozásnál pedig 100-at. És hogy ez miért jó nekünk, itt van még egy ilyen kis fül, ami ezeknek a bónuszát tartalmaz, leírja, hogyha teljesítjük ezeket a követelményeket, akkor az miért jó nekünk. Hogyha a mikroházat sikerül megépítenünk, azaz a 32 alapegységűt, akkor kevesebbet kell fizetnünk a számlánkra, ugyanis kisebb területű házat jóval könnyebb befűteni, a szímek jóval jobban tudnak haladni a kapcsolataikban, a növények gyorsabban nőnek, kétszer olyan gyorsan, mint eredetileg, és a szímeknek a boldog, inspirált és fókuszált hangulata sokkal tovább tart, mint eddig, kétszer addig, mint eddig. A skillek is nagyon gyorsan fejlődnek az eredetihez képest, szintén kétszeres sebességgel, és minden tárgy kényelmesebb, kétszer kényelmesebb, mint eredetileg volt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó telektípus, és természetesen ezeken a bónuszokon felül még kiválasztattok 3 telek tulajdonságot is, ugyanúgy, mint eddig, úgyhogy nagyon ki lehet maxolni a telkeket, hogyha szeretnétek. Nyilvánvalóan a megengedőbb követelmény, a sokkal, hát nem sokkal, egyel kevesebb bónuszt ad, a legnagyobb házikó pedig csak 2-t, itt látjátok a számlálót, ami számlálja, hogy
mennyi alapegységet használtunk el eddig, úgyhogy nem kell nektek fejben tartani. De nézzük is meg az új tárgyakat. Sima build módban összesen egy darab dolgot kaptunk, az pedig ez az ajtó, ami nagyon szép, modern ajtó, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök. És igazából nem hiányzik nekem az, hogy kapjunk új ablakokat, padlókat, meg falfestéseket. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb, hogy rengeteg bútort kaptunk ezzel a kiegészítővel, mert mégiscsak... Upszi! Itt rongálok közben az íróasztalomon. Szóval ez szerintem sokkal hasznosabb, hogyha bútorokat kapunk, és mégiscsak azok definiálják jobban, mert mint azok segítik elő jobban a miniatűr otthonok építését, mint mondjuk egy tapéta. De vágjunk is bele, láttuk ezt az ajtót, nézzük meg a bútorokat. Van egy új, egyszemélyes ágyunk. Abszolút úgy néz ki, mintha a szimek a ruháikból készítették volna az ágytakarót, mert pontosan ugyanígy néztek ki a ruhák Create a Sim módban. Szóval, hogyha a szimeitek össze szeretnének öltözni az új lakásukkal, akkor ezt ma már megtehetik a Sims 4-ben. És nézzétek ezt! Most nem gyönyörű? Imádom ezt az ágyat, és alig várom, hogy használjam. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek a fa árnyalatok mennyire párosíthatók majd a többi kiegészítő fa árnyalataival, ez majd kiderül. Remélem, hogy nagyon egyébként. Van új Murphy ágyunk. Itt ugye ebben a dobozban van egy ágy, és ez ilyen lenyithatós, és a legkirályabb, hogy ebben meg tudnak halni a szimek, és nagyon morbid, hogy ennek örülök, de alig várom, hogy valamelyik szimem, lehetőleg olyan, akit nem szeretek annyira, elpatkoljon egy Murphy ágynak köszönhetően. Szóval ez lesz az egyik új kedvenc bútorom, és nagyon szép színekben érkezik. A kép is variálódik, meg ezek a kis dekorációk is kicsit máshogy néznek ki az egyes színkategóriákban, és mindegyiket imádom. Alapból ez a mid-century modern stílushoz nem nagyon közel áll, és van pár rendesebben modernnek kinéző variáció is, meg sima, úgyhogy én alig várom, hogy használjam, és valószínűnek tartom, hogy elég jól variálható lesz a Get Famous kiegészítővel, illetve a Bowling Night Staff Pack-kel. Ez a Staff Pack is. Van még egy ugyanilyen ágyunk, teljesen ugyanaz, mint az előző, úgyhogy nem mutatom meg a színeket, csak így nagyjából upi. Ehhez nincsen kanapé, ez még helytakarékosabb, mint az előző. Nem tudom, hogyha pakolunk alá bútorokat mondjuk ide, akkor ki lehet-e nyitni, és azok úgy addig eltűnnek onnan, vagy sem. Ezt le kell majd tesztelnem. Van még egy Murphy ágy, aminek az oldalához két könyves polc van csatolva. Ez egy sokkal nagyobb helyet elfoglaló kis egység, de egyébként ezeknek a színe külön változtatható, hogyha már egyszer letettétek, ugyanis ez két külön bútor, majd meglátjátok, lesz külön ez a könyvespolc is, tehát magatok is összerakhatjátok ezt az egységet, hogyha szeretnétek. Van egy új fotelünk kötött díszpárnával, és imádom, szerintem nagyon hasonlít egyébként a Bowling Night Staff Pack-es fotelkére, de tehát abszolút imádom. A való életben is imádom ezeket a foteleket, szóval én nagyon örülök neki. Van még egy, ez egy kicsit kisebb helyet elfoglaló fa fotel. A fa fotel elég kényelmetlennek hangzik egyébként. Na nem baj. Ez is nagyon jól néz ki, de az előző sokkal inkább közel áll a szívemhez. Viszont most jön a legkirályabb dolog, amit valaha láttatok. Na jó, nem. Igazából ez egy bárszék, eddig nem túl izgi. Viszont azon kívül, hogy nagyon szép, kaptunk hozzá egy ilyen bár asztalt. És ezt én annyira imádom, úgy örülök neki. Össze lehet rakni, és akkor ilyen kis reggeliző sarkot tudtok kialakítani a szimetek házában, és remélem, hogy minél több ilyet kapunk a későbbi pekkekben. Na de egy kicsit elszaladt velünk itt a ló, mert elég messziről választottam ide ezt az asztalt, még van egy új kanapénk, ami illik az első fotelhez, amit mutattam, és nagyon jól néz ki. Igazából a problémám az ezzel a kanapéval, hogy túl feltűnő színei is vannak, és abból nagyon sok. Másrészt meg, hogy néha a párnák nagyon extrák, amikhez nehéz lesz választani egyéb kiegészítőket, de nagyon örülök neki, hogy mondjuk a fehér az viszonylag visszafogott, bár ugye nyilván akkor ehhez sárgát és kéket kell választanunk egyéb kiegészítőnek, szóval egy teljesen fehér is nagyon jól jött volna, vagy egy fekete-fehér. Tehát, hogy a párnák is fekete-fehérek legyenek, de
Például ez. Ez tökéletes. Egy kicsit elkiabáltam a dolgokat. Tehát ez abszolút kellett, és ez is, de jobban örültem volna még több visszafogott variációnak is. Szóval egy ilyen kanapénál, ahol ennyi díszpárna van, ez a 10 választék nekem nem elég, tehát, hogy még egy sornak kéne itt lennie mondjuk színvariációból. De ez csak szőrszálhasogatás. Menjünk is tovább. Ez mi ez? Ez egy mini ilyen konzol asztal, ami igazából ilyen fal mellé rakhatós, levéltárolós, mit tudom én milyen asztal. Elég helytakarékos, nagyon szép, illik az összes többi bútorhoz színben, mint látjátok, és erre lehet most már tévét rakni. Ez az újdonság, ami még jött a frissítéssel, de nem volt beleírva a frissítés leírásába, szóval ezt nekünk kellett kitalálni igazából. Ez a kis puff nagyon megtévesztő lehet, azt hinnétek, hogy ez egy ülő alkalmatosság, és nem. Ez egy asztal, szóval erre pakolhatok cuccokat, de a színek nem tudnak ráülni, ami egy kicsit szomorú számomra, de igazából így is teljesen tökéletes, ugyanis nagyon sokszor használják az emberek a puffokat tároló eszközként a játékban, tehát hogy ilyen kis asztalnak, meg mit tudom én, és igazából a játékmenet szempontjából az nem fontos, hogy mindenhova le tudjanak ülni a szimek, ami ülőhelynek tűnik, tehát általában úgy is telerakjuk a házat kanapékkal. Ez részemről nem egy nagy veszteség. Annyira szép! Imádom. És van egy ilyen kis éjjeli szekrényünk, vagy dohányzóasztalunk, kávézóasztalunk, aminek csak szeretnénk használni, hiszen elég univerzálisnak néz ki. Nagyon szép, olyan szép kis modern. És van egy másik is, ez már inkább dohányzóasztal, látjátok, ez magasabb, mint ez. És nagyon örülök, hogy kaptunk kis bútorokat, mert mindig ezzel volt problémám, hogy minden egyes tárgy a Sims 4-ben olyan hatalmas, és teljesen irreális méretű. Van egy új íróasztalunk, nem mondanátok meg róla, de ez egy íróasztal egyetemi szimeknek, vagy hát egyetemen tanuló szimeknek is ideális kis helyre, egy kollégiumba mondjuk. És van itt egy faldekorációnk a konyhába, oda rakjuk az ágy fölé, mert miért ne? És annyira szép. Ide tudtok rakni egy kisebb növényt, vagy gyertyát, vagy ilyesmit, hogyha szeretnétek, de a többi részt ki van dekorálva, aminek nagyon örülök, mert én speciál nem igazán szeretek órákat szöszölni azzal, hogy minden egyes tárgyat lekicsinyítsek, és egyenként felemeljek arra a helyre, ahova én szeretném, amikor házat építek, szóval ez egy nagyon-nagyon király tárgy lesz a játékomban. És van egy új csapunk, ami keskenyebb, kisebb, mint a többi, bár igazából ugyanúgy egy helyet foglal el, szóval azért annyira nem csökkentették le a méretét, de nagyon szép, imádom ezt az ilyen kerámia tálas megoldást igazából. Alig várom, hogy használjam, nagyon-nagyon szép. És van egy új vécénk, mert valamiért nagyon szeretik ebben a játékban a vécéket, és van belőlük vagy 20 000. Ez is egy ilyen miniatűrebb verzió a többihez képest. Van egy új képünk, és ezt most nem annyira látjátok, mert a játékban ide süt a nap, de talán, hogyha ebből a szögből nézzük, akkor meg tudjátok nézni rendesen, és ez az új szerelmem. És nézzétek, mennyi színben érkezett, és mennyire jól néznek ki. Imádom. Szerintem nem lesz olyan házam, amiben ez nem lesz benne ez a kép. Például nézzétek a növényeseket. Annyira jó! Úgy izgulok. Alig várom, hogy építsek. És van egy új tükrünk, valószínűleg ehhez a csaphoz méretezték egyébként, mert elég magasan van. Nem túl praktikus. Valószínűleg csak ehhez a csaphoz használnám, mivel nem lehet lejjebb vinni a tükörnek a magasságát maximum felfelé. És van egy új szőnyegünk, ami szintén nagyon gyönyörű, és végre kaptunk egy nekem is nagyon tetsző szőnyeget, mert az elmúlt egy pár kiegészítőben olyan nagyon fura textúrája volt a szőnyegeknek, és valahogy úgy nem tetszettek, vagy túl harsányok voltak, túl élénk volt a mintájuk, úgyhogy ez az abszolút Jolly Joker most számomra. Egyszerűen nem tudok nagyon rosszat mondani erről a Build and Buy módról. Tényleg annyi, hogy a kanapéhoz szerettem volna még több színt, de ezen kívül... Most nézzétek meg ezt. De most komolyan. Ez a fürdőszobai polc.
tökéletes. Nem látok rajta kivetni valót. Annyira tökéletes, hogy már beszélni sem tudok miatta. És van egy új dekorációnk, egy ilyen kis tálcás, könyves, gyertyás, növényes összeállítás, és a gyertyák tényleg gyertyák, szóval égnek, ami azt jelenti, ez egy kicsit kevésbé praktikus emiatt, hogy ha lecsökkentitek a méretét, akkor sajnos a gyertyáknak a lángja ott marad, ahol volt, szóval nem igazán alkalmas ez a tárgya a lecsökkentgetésre. A következő egy lámpa, ami nagyon furin néz ki. Nem tudom hova rakni ezt a lámpát, ugye a személyes ízlésem nagyon ellentmond ennek a dizájnnak, de értem, hogy nagyon modern, meg egy kicsit nagyon retro is egyben. Valószínűleg fogom használni, de annyira kis bénán néz ki, nem tudom, olyan, mint egy E.T. vagy valami alien, nem tudom megfogalmazni, hogy pontosan mire hasonlít, de valamiért kirázt tőle a hideg. Van egy új állólámpánk, ez eddig a legjobb állólámpa, ami benne van a játékban. Nagyon-nagyon örülök neki, és mindig egy kicsit hiányoltam ezeket a modernebb állólámpákat, amik nem ilyen túl extrás dizájnúak, mert van nagyjából 3 vagy 4 állólámpa, amiket használok az épületeimben jelenleg. Ezeket valószínűleg felismeritek, mert minden épületemben azok vannak, és a többi az csak úgy van. Azokat nem tudom használni, viszont ez tökéletes, úgyhogy egyel bővülni fog a lámpa arzenál, amit én használok. És itt van még pár függőlámpa, amit nem tudok megmutatni nektek Move Object Zone nélkül. Szóval gyorsan csaltunk egyet, és nagyon köszönöm a készítőknek, hogy most is figyeltek arra, hogy 3 különböző méretben érkezzen a 3 különböző falmagassághoz. Van az alacsony falhoz, a közepeshez és a nagyon magas falhoz. És annyira szép ez a lámpa. Sajnos viszonylag kevés színben érkezik, legalábbis szerintem, de az, hogy van belőle fekete-fehér, az teljesen széleskörűen felhasználhatóvá teszi, úgyhogy mindent megbocsátok. Nem baj, hogy kevés szín van belőle, úgysem szoktam nagyon nézni a lámpákat, úgyhogy nem baj. Van itt egy ilyen TV állványunk, ami nagyon furin néz ki. Ups, elfogyott a szimeimnek a pénze, szóval itt eladunk pár Murphy ágyat. Így. Most már sokkal jobban állunk. Szóval szerintem ez a kis asztal nagyon furán néz ki, hogy így kiáll a asztal TV. De hogy úgy furán néz ki, hogy így kiáll a falból, meg ilyen kis pici az a tévé, nem tudom, hogy fel tudjuk-e ezt nagyítani. Ups, igen, viszont, mint láthatjátok, nem célszerű, mert elég bénán nagyítódik fel, és elég magasan, de ez egy multifunkcionális egység, ugyanis egybe sztereó, tehát lehet rajta zenét hallgatni, táncolni, ilyesmi. Ez itt egy könyvespolc, ebből a szímek el tudják venni a könyveket, itt egy kicsit fura a grafikája most ennek a tárgynak. Lehet, hogy csak a fényviszonyok miatt. És egyben tévé is, szóval nagyon figyeltek arra, hogy multifunkciósak legyenek a tárgyak, amiket elhelyeznek ebben a packben, és én ennek nagyon-nagyon örülök. Ez is egy ugyanilyen multifunkcionális egység, csak más stílusban, meg egy kicsit nagyobb tévével. Ez itt egy könyvespolc. Bármilyen meglepő. Ezeket a könyveket a címek ki tudják venni a helyéről, mármint, hogy nyilván nem szó szerint, de könyvespolcként funkcionál teljesen ugyanúgy, mint a nagy könyvespolcok, és ezzel a legjobb dolog, hogy frissítésben az összes eddigi hasonló dekorációt frissítették, na jó, egy párat kihagytak valószínűleg, mert elfeledkeztek róla, és azok is már könyvespolcként funkcionálnak, szóval, hogyha nincsen helyetek ilyen hatalmas könyves szekrényeket berakni a házba, akkor ezek ideális tárgyak számotokra. És a másik, ami még a frissítéssel érkezett, de nem volt feltüntetve, az az, hogy mától fel lehet javítani az ágyak minőségét is. Hogyha láttatok régebbi videóimat, volt egy, amelyikben pont erről beszéltem, hogy annyira szépek az olcsó ágyak, de annyira sokáig tart a szimeknek kialudni magukat benne, hogy ez engem nagyon-nagyon frusztrált, és szerettem volna, hogyha lehetne állítani az ágyaknak a minőségét, tehát hogy ugyanaz a dizájn, de mondjuk egy kicsit drágábban jobbat alszanak rajta a szimek, és meghallgattattak a kis kéréseim, és mostantól ugyanúgy, mint ahogy a számítógépeket, a WC-ket, a zuhanyzókat, stb. Fel lehet javítani a szimekkel az ágyat élő módban, hogyha egy kicsit jobb a
az ilyen kézműves, nem kézműves, de ezermester jártasságotok. Minden esetre elég furán néz ki, amikor a szímek egy csavarhúzóval nekiesnek a matracnak, de legalább elértem, amit szerettem volna, úgyhogy az olcsó ágyakból is lehet valami nagyon kényelmeset fabrikálni, és hogyha már a szímetek csóró, úgyis egy ilyen miniatűrházban fog lakni az elején, lásd Rex Turicsi sorozataim, és ott alapból kétszer kényelmesebbek a tárgyak, mint egy rendes telken, szóval az olcsó ágyakból is jobban jövünk ki a végén. Ez egy kicsit hosszú szövegelés volt a részemről, még van vissza 4 tárgy, amit gyorsan meg szeretnék mutatni nektek, aztán el is köszönök tőletek. Itt van az a könyves szekrény, amit láthattatok a Murphy bed mellé rakva, vagyis a Murphy ágy mellé rakva az elején, mert így angolul magyarázok nektek, sorry. Jó, ez a sorry direkt volt, bocsi. Na, és van itt egy szekrényünk, ez egy ruhás szekrény, nagyon praktikus a mérete, és ennek nagyon örülök, mert a szekrények mindig hatalmas helyet elfoglaltak. És ez is egy ruhás szekrény, kicsit úgy néz ki, mint egy pelenkázó, és én nagyon remélem, hogy ez azt jelenti, hogy egy idő után tényleg meg fogják reformálni a kisbabákat a játékban, és lehet velük normálisan játszani, nem úgy, mint hogyha csak egy darab, nem tudom, szobor lenne a hálószobának a közepén, és van egy ilyen kis miniatűr kaktusz valamink gyűjteményünk, kis fali dekorációnk, és imádom. Nagyon-nagyon jól néz ki, tök tetszik, hogy fel van akasztva egy olyan kis horogra, és imádom ezeket a modern díszítéseket is rajta. Nagyon élik az új Discover University-s növényekhez, szóval abszolút párosíthatóak. Viszont ennyi volt a Build and Buy mód, remélem tetszett nektek ez a videó, és tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!